Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Nos, hát kérem szépen, ünnepelni jöttünk mégpedig azért, mert a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyen Székesfehérvár nyerte el a fődíjat, és Spanyárné Halász Szilvia, mi főkertészünk lett, az év főkertésze, és ki más lenne itt velünk ma, mint Spanyárné Halász Szilvia. Örülök, hogy itt vagy, és gratulálok mindannyiunk nevében. Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm szépen a gratulációt. És akkor, kedves nézőink, rendhagyó módon most egy rövid felolvasás következik, hiszen a laudációban ez hangzott el. Kertészmérnök és környezetvédelmi szakmérnök 40 éve a szakmában dolgozik. A Virágos Magyarország verseny alapításától kezdve részt vett a mozgalomban. Az előző munkahelyén Siófokon még a verseny egyik első települését, Balatonföldvár felkészülését is segítette a nemzetközi versenyben. Székesfehérváron, ami most már ránk vonatkozik, 1992 óta főkertész. A város minden esztendőben jelentkezett a versenyre, ezt tudjuk. Számos díjat nyert az elmúlt időszak, tehát pontosan 26 esztendő alatt. 96-ban az Entente Floral Europe versenyen, ugye ez az európai verseny, ezüst minősítést kapott. Spanyárné Halász Szilvia 1995-ben Komáromban az egyik alapítója a Városi Főkertészek Fórumának. 96-tól 96-ban az Önkormányzati Főkertész Szövetség vezetőségi tagja. Negyedszázados munkáját 2005-ben a Nívódíjjal jutalmazták. 2008 óta nemzetközi zsűritagja az Európai Virágos Városok és Falvak versenyének. 2012 óta, ezt már mi is tapasztaljuk, hiszen számtalanszor beszéltünk erről, Fejér, Komárom és Veszprém megye régió és területi vezetője, illetve a szervezőbizottság tagja. 2015-től pedig a Virágos Magyarország szervezőbizottságának alelnöke is tagja a főzsűrinek, és mint ilyen természetesen segíti a nemzetközi versenyeken szereplő települések felkészítését, mert közös a világunk díjat adhat át, mert hogy jó példakép. Nos hát, örülök, hogy itt vagy velünk. Egy kicsit menjünk a mélyére, mert így csak címszavakban beszéltünk arról, hogy egy embernek, aki hivatást választott, mit jelent a munkája? Hogyan lehet esztendőről esztendőre azt a rendkívül magas színvonalat képviselni, amit kertészként, főkertészként te képviselsz itthon, illetve Székesfehérváron? Ez nagyon nehéz kérdés. Hát szerintem mindenki teszi a dolgát. Én kertészmérnök szerettem volna lenni, és ahogy felolvastad, én soha nem hagytam el a pályámat. Két munkahelyen volt. Ugye 79-ben végeztem, akkor még Siófokon éltünk, nagymamámat ápoltuk, de férjem székesfehérvári, ugye évfolyamtársam volt, csoporttársam, ő is kertészmérnök, és ő Fehérváron szeretett volna élni. Úgyhogy amint lehetett, ide jöttünk. Hát mindig próbáltam tisztességesen elvégezni a munkámat, nagyon-nagyon sokféle feladattal találkoztam ebben a 40 évben, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogyha a kollégáim, ugye a díjat a Főkertész Szövetség elnöke, Fejt Ágnes adta át. Ha a szakmabeliek is elismernek, az elég nagy elismerés, azt gondolom, hiszen mindenkinek vannak irigyei, van, aki örül a díjnak, van, aki irigykedik. Ebben a döntésben én nem vettem részt, úgyhogy én csak meghatódva átvettem a díjat. Szép ez a város, már számtalanszor beszéltünk róla, hogy jó székesfehérvárinak lenni, sok egyéb okból is, de az is, hogy virágos város vagyunk, az egészen bizonyos. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy jószerivel végigkísértem az elmúlt 11 néhány esztendőben, hogy miként fejlődik a város és a Virágos Magyarország mozgalom, aztán most már csak Virágos Magyarország program különböző lépcsőfokait. Mennyit változott ez a verseny? Ugye nagyon is jól tudjuk, hogy a kezdetekkor, ugye a te bábáskodásoddal még csak az alapok voltak meg. Ma meg már én azt mondom, hogy minden aki valamennyire tartja magát városról, kerületről, kistelepülésről beszélek, az próbál megfelelni a kihívásnak. Mennyit kellett változnia a versenynek, és mennyit kellett változni a kertésznek, akár neked? Hát szerintem amiben nagy változás történt az, hogy felismertük, hogy pont amit említettél, az Entente Floral Europe verseny, az Európai Virágos Városok és Falvak versenye, ami
Itt Magyarországon a győztes településnek az a jutalma, hogy, és az általában egy város és egy falu, hogy következő évben ezen a versenyen, ezen az európai versenyen képviselheti hazánkat. Nyilván ott is változtak a bírálati szempontok, és mi próbáltuk ezt követni. Tehát, hogyha azt kérdezed, hogy mi változott, szerintem az, hogy egyre inkább próbáljuk a magyar versenybe és az európai bírálati szempontokat elhelyezni, tehát például akár a környezeti nevelés, akár a civilek bevonása a környezeti szépítésbe. Tehát magyarán ne csak egy önkormányzat gazdagságától függjön az, hogy ki nyeri meg a versenyt, hanem nagyon-nagyon sok minden más is számít, és ebben változtunk szerintem az elmúlt években. Próbáljuk a Virágos Magyarország versenyt mozgalommá változtatni. Nagyon jók az együttműködések azokkal a településekkel, akik már jelentkeztek. Szoktam én is ilyen találkozókat szervezni, hogy polgármesterek, szakemberek kicserélik a tapasztalatukat. Tehát mi segítjük egymást. Aki ebbe a mozgalomba részt vesz, az megismeri a másik településnek az erősségét, de segíti a gyengeségét. Tehát azért 330 településről van már szó. Ha nem lenne jó a programunk, ha nem lennének jók a bírálati szempontok szerintem, akkor nem jelentkezne ennyi település. Mindig egy polgármester, a település polgármestere jelentkezhet. Tehát a polgármester eldönti, hogy érdekli ez a Virágos Magyarország program. Ugye ez de szakmai kérdés, bizonyos értelemben szakmai kérdés is. De én azt mondom, hogy ehhez nem elég a szakma, tehát a főkertész szakmai tudása, ehhez kell valamiféle hit. Tehát, hogy hitelesnek kell lennie a főkertésznek és a munkatársainak, kell hozzá gondolkodni, tehát nem csak pénz kell hozzá, kell valamiféle gondoskodó szeretet, mondom én, a közösség iránt. Igen, én azt hiszem, hogy ebben vagyok, talán ez egy erősségem, tehát az emberben vannak jó és rossz tulajdonságok. Én azt gondolom, pont Boza István úr mondta rám, amikor megismert engem, hogy én egy anyáskodó típus vagyok. Ezt ő nem pozitív jelzőként használta rám, de én elgondolkoztam azon, hogy mit jelent ez, hogy én anyáskodom. Azt jelenti, hogy én általában mindenkinek segítek, körülöttem mindig nagyon sok ember van, ezek barátságok, tehát semmiféle vetélkedés nincs. Én úgy gondolom, hogy mindenki teszi a dolgát. Egyik embernek kevesebb a képessége, másiknak több, de annak nyilván többet is kell dolgoznia. És én ezt, amikor úgy elgondolkoztam azon, hogy én ilyennek lát valaki kívülről, én azt hiszem, hogy engem ilyennek látnak, hogy szorgalmas vagyok, és teszem azt a és végzem azt a feladatot, amit éppen kapok. Tehát az én 40 év alatt nagyon sokféle feladatot kaptam, de talán a legsikeresebbek, vagy legboldogabb abba voltam, ahol közösséggel dolgozhattam együtt. Tehát említetted, mert közös a világunk program. Ez egy fantasztikus lehetőség volt, hogy megismerkedettem Batyik Mihályéval, Fülöp Anitával, olyan csodálatos emberekkel találkoztam, és olyan közösségekkel, ahol otthon éreztem egyből magam, és úgy éreztem, hogy én is tudok tenni, be tudom mutatni, be tudjuk közösen mutatni, hitelesek leszünk. És ez a program például ismerté vált az egész országban, nem véletlen, hogy díjat adhattunk át, hogy említetted, fehérvári példán bemutatva. Vagy nagyon szerettem, és nagyon érdekelt az, hogy Mosonmagyaróvár az apró kezek csodakertekbe, hogy tudja bevonni ilyen jól az óvodákat, a közösségeket, és azt megköszönhetem dr. Árva István polgármesternek, megengedte, hogy mi fehérváriak oda menjünk, a mi autista csoportunkkal, a Gyöngyvirág óvoda autista csoportjával, vagy az Arany János iskola első osztályosaival, és mi is részt vessünk. És két év után már bemehettünk polgármester úrhoz, és azt mondhattuk, hogy szeretnénk megcsinálni. Deák Lajosné képviselőasszony hitelesen bizonyította, hogy nagyon eredményesek voltunk, vágjunk bele. És akkor belevágtunk, és az, hogy 23 óvoda részt vett már első évben, az megint csak azt jelenti szerint,
szerintem, hogy sikerült egy olyan közösséget kialakítani most éppen az óvodáknak a vezetőivel, ahol azzal kezdődött, hogy több évre visszamenőleg bemutattam a fényképeket, mit láttam, milyen filmeket, mi van külföldön, és akkor ugye elkezdtek gondolkozni az óvodavezetők, és ők még csodálatosabb dolgot alakítottak ki. Tehát én azt hiszem, hogy talán ilyen munkáknak van értelme, ami nem magamról szól, hanem amikor egy közösségbe úgy dolgozhatok, hogy azt érzem, hogy a képességeimnek megfelelő munkát végezhetek, és ezáltal sok ember boldog. Rendkívüli felelőssége van az első számú vezetőnek. Nem különben a főkertészre is vonatkozik. Ez minden szakákban így van. Hogyan gyűjtöttél, hogyan csináltál magadnak, nekünk, székesfehérváriaknak csapatot magad köré, hogy ugyanúgy gondolkodjanak, ugyanolyan hittel, intenzíven tegyék a dolgukat? Hát a csapatom az inkább a zsűri tagjaim, ami csapat, akiket én gyűjtöttem. Nem, itt most a fehérvári kertész csapatod. Hát a kertész csapatot azt nem én vettem fel, tehát az a mostani csapat, azokat nem én vettem fel, azokat a kollégákat, azt már Bozai István úr vette fel, ugye 2009-ben alakult át a cégünk. Én a korábbi Barát Mártával dolgoztam együtt, ő úgy döntött, hogy nem akar KFT-be dolgozni, mi ketten voltunk ilyen kertészeti munkakörben, hát akkor is talán az volt a nevünk, hogy főkertész, de csak vállalkozók dolgoztak. Én azt gondolom, hogy 2008-tól elindult egy nagyon nagy változás, és 2009-ben, amikor KFT-be alakultunk, akkor mindenki eldöntötte, hogy akar-e a KFT-be dolgozni. Barát Márta úgy döntött, hogy nem akar itt dolgozni, el is ment a városból is, és a cégtől is. Én megkértem Bozai István ügyvezető igazgató urat, hogy szeretnék itt dolgozni. Tehát ez egy kérelem volt, hogy én szeretnék maradni, és megpróbálok az új feladatokhoz felnőni. Az új feladatok pedig a saját kollégákkal együtt végezni a munkát, és hát én remélem, hogy engem is elfogadnak a kollégák, próbáljuk egymással megtalálni azt a kapcsolatot, ami eredményes. Hát ezt leginkább a városlakók látják, hogy mennyire dolgozunk eredményesen, de nálunk mindenkinek külön feladata van, tehát a számonkérés az egyedi, és így mindenkinek a munkáját egyedileg bírálja el az ügyvezető igazgató. De ez így van rendjén. Így van, egy ekkora cégnél főleg. No, a Virágos Magyarország verseny. Virágos Székesfehérvár pályázatra több mint 4000 pályázat. Igen. Pontosan 4203, igen, akkor igen, mondjuk igen. Már ki. Ez abszolút rekord, igen. Egyik oldalról. Másik oldalról, itt még a műsor előtt mondtam neked, játékosan, hogy az édesanyám is gratulál, és illetve az édesanyám is környezete, hiszen a Deák Ferenc utcában, ahol elég sok idős lakik. Igen, az nagyon példaértékű, ezt példaértékű mindig bemutatjuk a Virágos Magyarország zsűrinek. És természetesen folyamatosan gondozzák a kertjeiket. Igen. És ehhez pedig a lehetőséget azért tőletek kapják. Na, tehát ez a 4203 bizalmi, ez bizalmi kérdésem szerintem. Igen, hát ez is egy hosszú program. Amikor ezzel a feladattal igazgató úr megbízott, akkor talán azt ismertük el, hogy nem tudja a város a városgondosság az egész város fenntartani. És hívjuk a lakókat segítségül. Találjunk olyan programot, ahol közösségeket lehet bevonni, és az önkormányzat, nyilván polgármester úr támogatásával megadja az anyagi feltételeket, ami azt jelenti, hogy odaadjuk a növényeket. Ez nagyon sokat változott az elmúlt 10 évben, hiszen az első évben még fát is kaptak a lakók. Hát ezt ugye úgy változtattuk meg, hogy most már a Városgondokságban van egy olyan jó szakember gárda, aki nagy előnevelt földlabdás fákat el tud ültetni, amit nem tudtak a lakók, tehát ezt most már nem a lakókra bízzuk.
És az elmúlt 10 évben nagyon sokat változott, hogy milyen növényekre pályázhatnak a lakók. Ami megmaradt talán az, hogy családi házasban élőket szólítunk meg, hiszen a családi házak előtt közterületek vannak. Lakótelepen élők, ahogy említetted, a nagyon sok lakótelepen kiskertek vannak, ez jellegzetes Fehérváron, hogy a házak előtti kiskertet sokan szeretik szebbé tenni, egyedivé. És az önkormányzati intézmények, óvodák, iskolák, gimnáziumok, bölcsödék már első perctől pályáztak, de más önkormányzati intézmények is hozzájárultak ahhoz, hozzájárulnak, hogy szebb legyen a környezetünk. Még abban is változtattunk, hogy a lakótelepeken ne csak egy-egy lakótelepről, egy házról, ahol esetleg 100 ember is él, mindegyik pályázhat, hiszen az ablakaikat, teraszaikat ők tudják díszíteni, és 2018-tól már egy újabb lehetőség, tovább szélesítettük. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy változott sokat a 10 év alatt. Mi is változtattuk, ugye ekkora ilyen nagy mennyiségű pályázatnak a feldolgozása már egy komoly munka, ehhez megfelelő program született, és elvárás volt a lakóktól, hogyha megkapják a növényt, azt annak a kiosztása az is egy komoly logisztikai feladat, hogy időbe és pontosan versék át. Ehhez a feladathoz is felnőttek a Városgondnokság szakemberei. Igen, annál is inkább felnőttetek hozzá, hiszen 330 település közül az idei díjazottak Orfű, az 5. kerület. És Fehérvár. Nekem nem tetszik, most voltam arra felé. De mindegy, tehát Budapest 5. kerülete és Székesfehérvár, ami nagyon is tetszik. És ugye a díjat a Szépművészeti Múzeumban Cserpalkovics András polgármester és Bozai István városgondnok vehette át, mint ahogy az év főkertésze díjat te magad. Viszont ez felelősséggel jár, mert készülni kell az Entente Floral Europe-ra, ami azt hiszem, hogy egy nagyon komoly megmérettetés évről évre. Igen, hát ahogy említettem, a Virágos Magyarországnak ez a győzelme azzal jár, hogy már korábban megkérdezik a nyertes településnek a polgármesterét, tehát ez most nem tudom mennyire ismert, de 2 körben zajlott a verseny. Tehát mi először is megnyertük a régiónknak a győzelmét. Ugye 7 régió van Magyarországon, ez a 330 település, ez így adódik össze, hogy 7 régióból, és a 7 régiónak a győztese a következő lépésben egymással versenyve is így lett kiválasztva Székesfehérvár, de nyilván a szervezőbizottság vezetői, a főzsűri tagjainak nagyon fontos, hogy egyáltalán el tudja vállalni ezt egy önkormányzat. Volt már olyan, amikor azt mondta egy polgármester, hogy ő úgy érzi, hogy még szeretne 1-2 évet várni, mert valamelyik beruházás nincs készen. Tehát nyilván olyan győztes település szerettek volna kihirdetni, ahol vállalja az önkormányzat a további munkákat, a mindennapi munka mellett az újabb feladatok elvégzését, mert egy nemzetközi versenyre való készülés, az megint nagyon sok embernek a munkája lesz, jövő év július elejéig. No, tehát készül Székesfehérvár mindenképpen. Lassan elkezdjük, mert megérkezik a felkészítő bizottság, ez mindig így zajlik, ugye én 2008 óta veszek részt azoknak a településeknek a felkészítésében, amelyik az Entente Floral versenybe vesznek részt, és ez valóban így szokott lenni, hogy a díjkiosztó után elkezdődik a munka, de polgármester úr nyilván kapott egy ismertetést arról, hogy milyen bírálati szempontok lesznek, és ennek az ismeretébe döntött úgy, hogy vállalja a városa ezt a versenyt. No, Bozai István úgy fogalmazott, hogy Székesfehérvár a zöld korszakának az aranykorát éli. Én azt mondom, hogy aki körülnéz itt Fehérváron, ez így van, neked és munkatársaidnak köszönhetően. Most én még egyszer nagy tisztelettel gratulálok, jó helyre került ez az elismerés, és hát ameddig ilyen jó körülnézni Fehérváron, nagy baj velünk nem lehet. Köszönöm, és még egyszer Isten éltessen, és gratulálok. Nagyon szépen köszönöm ezt a sok jó kívánságot. Köszönöm szépen.
Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!